Szomorú szavak szerelmes szívemnek. Nem jó. Szomorú szavak szerelmes szívemnek. Szomorú szavak szerelmes szívemnek. Hát akkor hogy kéne ezt mondani? Szomorú szavak szerelmes szívemnek. Kikötőben hallottad, hogy apám visszatér? Ó, igen, gazdám! És még ma délelőtt megérkezik? Igen, igen, még ma délelőtt. És azon az elhatározáson, hogy engem megházasít. Igen. Zsironkör egyik lányával? Igen. És ez a bácsikámtól hallottam? Igen, igen, tőle. Akinek levelet írt az apám. Gyerünk, beszélj már! Úgy kell minden egyes szót harapófogóval kiráncigálni belőle. Mit beszéljek? Minden ügyben, ahogy mondta, semmit sem felejtett ki. Akkor legalább adj tanácsot, hogy mászhatnék ki ebből. Azt én is szeretném tudni. Apám meg tudja a dolgot. Jön ám a szidás, mint az ápol eső. A szidás? A szidás még csak hagyján. Adná az ég, hogy én is megúsztam ennyivel, de valami azt súgja. Drága adom, megfizetek majd a maga bolondságaiért. Sötét vihar felhőt látok a távolban. Botok suhognak benne, már érzem is a kopogásukat a hátamon. Úristen, hogy mászhatnék ki ebből? Erre akkor kellett volna gondolni, amikor belemászott. Te? A sírba viszem az unalmas leszkésztetéseidre. Maga meg még inkább sírba vissza, ebbe húgyja, teszélybe! Mi történt? Hol az orvosság? Oktalatom, mi lehetne? Hol a megoldás? Valami baj van? Nincs orvosság. Mit beszél? Nincs megoldás. Mit beszél? Nem hallottad, mi történt velem? Nem én. Apám ma megérkezik. Meg akarnak házasítani. Hát hol itt a szerencsétlenség? De nem tudom, miért vagyok ilyen nyugtalan. Nem én, de csak magánál, hogy tüstétbe tudjam. Olyan ember vagyok én, aki ért a vigasztaláshoz, és akit mindig érdekelt a fiatalok ügye. Skapem! Kinek eszedj ki valami cselt, és húzd ki engem a bajból. Odaadnám, mintha 100 életem volna is. Az már igaz. Ha én valamibe beleugrom, hát nem igen ismerek lehetetlen, mert az ég elég csinos tehetséggel áldott meg, már ami a szellemi finomságokat és azokat a szikrázó ötleteket illeti, amit a tudatlan csőcselék szélvámosságnak nevez. De hivatkozás nélkül mondhatom, nem igen akadnál a nagyobb mester a cselszövésben. És a törzsölt dolgokban? Olyanról sem tudok, aki több dicsőséget szerzett volna ebben a tisztes iparban. Ne szavam meg. Manapság kutyához várnak az érzemmel. Én inkább csak a lemondást gyakorolom, amióta egy bizonyos ügyben kellemetlenségeim támadtak. Milyen ügyről beszélsz, Kapen? Egy vállalkozással, amely összeakasztott a törvényel. A törvényel? Igen, volt egy kis vita közöttünk. Közted és a törvény között? Igen. Annyira felbosszantott a világ hálátlansága, hogy elhatároztam. Kész, végeztem, mi gondolom? Na, de elég ebből jöjjön! Mesélj el nekem, mi is történt? Na, tudod, Skapen, hogy Zsironkül és apám két hónapja hajóra szállt egy bizonyos üzletügyben, melyben társak voltak. Tudom. És hogy, hát engem Szilveszter gondjaira bíztak, és Leander pedig a te gondjaira. Úgy van, és én a megbízást kiválóan végrehajtottam. Csak hogy nem sokkal ezután Leander beleszeretett egy épp cigánylányba. Rögtön elcipelt hozzá, és beavatott szerelmében, mint hogy tudod, jó barátok vagyunk. De tetszett nekem a lány, de persze nem annyira, mennyire ő szerette volna. Naponta telebeszélte vele a fejemet, hogy milyen szép, hogy milyen okos. Magasztalat, hogy a beszélő milyen zajos. Minden csöbb szaláról beszámolt, hogy mondott-e még valaki a világon ilyen szellemes. Máskor meg azzal jött, hogy én miért nem olvadok el attól, amit ő nekem mesél, és hogy én közönös vagyok a lányuló szerelem iránt. Hát még mindig nem tudom, hová kell kiukadni. Olyan. Egy alkalommal elkísértem oda, hol szerelmesét, és az egyik mellékutca egyik kis házából hirtelen zokogást hallunk, sűrű jajlatást. Megkérjük, mi az? Egy öreg asszony felelő, hogy oda ment, szánalomra méltó embereket láthatunk, és hogy láttukra még a kő is meglágyulna. Ja, rávettem le a dert, hogy menjünk be. Nézzük meg, mi az, persze csak kíváncsiság volt, nem? Tudom. És
Oda bent egy haldokló öregasszonyt láttunk, aki sirántozó cselédje ápol, meg egy lány. Egy lány. Csupa áradó könnye szemek. Soha szebbet, soha meghatóbbat nem láttam egész életem. Bárki más ijesztő lett volna a lány helyzetében, csak egy rossz kis szoknyát viselt, meg egy kopott flanelhálóköt, meg kürtjei pedig késületlenül romlottak vállára a felcsúszott sárga főkötő alól. Oszkapen, hol lettél volna úgy, mint én? Magad is láttad volna, mennyire elbűvölő. Anélkül, hogy ott lettem volna, tudom, milyen csodálatos. Könnyei nem a télemarcot rúgító könnyek. Megindítom kedves volt sírása és fájdalma, legszebb fájdalom e világon. Mindannyian könnyezni kezdtünk, amikor gyermeki szeretetre a haldoklóra borult. Drága anyjának szólította. Nincs ember, akit ne ütne szíven ennyi természetes jóság. Látom, hogy ez a természetes jóság magát is hogy szíven ütötte. De még mennyire? Na, Skapen, elég lesz, jó? Hidd el, egy pogány is megszerette volna. Az már igaz. Néhány szóval aztán megpróbáltam enyhíteni a bájos szembenő fájdalmát, aztán olébb álltunk. Megkérdeztem el, hogy mit szól hozzá. Aki közönösen csak annyit felelt, hogy elég csinos. Sértett ez a közönösség, és nem akartam felfedni előtte, hogy milyen hatással volt rám a lány szépsége. Fogja már rövidebbre. Hadd fejezzem be én. Két szóval. A szíved már itt lángralokban, tudod? Nem járhatnál vigasztani a szeretetre méltó szembenőt. Addig-addig járogat a lányhoz. Tudod, míg a cseléd, aki az anyja halálokán egy álmja lett, ki nem tették el, érted? Meghányja, mert így rígódik ponttól, mérlegel végül, de éme! Harmadik napja házas. Éve. Vedd hozzá, hogy az apja, akit csak két hónap múlva vártunk be, hirtelen visszatér, hogy a bácsikája felfedezte házasságunk titkát, csak hozzá akarják a Nizsér Otur lányát. És mindehez még azt is vedd hozzá, hogy ez a május teremtés szükséget szemed, és magam sem tudom, miből ellátni. Értem. Ennyi az egész? Igen, igen. Ezért izgódok én? Hát igen. Én nem. Te, hát olyan kövér vagy, mint a papád, de a mamád együtt vége. Mégsem az valami normális kert, mint konyos kirázs magatokat a kanibából? Hogy, de hátra jönnyik haj! Tiszták volna, csak rámaszta a két öreget. Úgy hideget eszem őket, azt se tudják, hol áll a fejük. Ekkora sem voltam nőtt. Már is száz terv csinkottogott a fejemből. Megvallom, az ég nem áldott meg eféle tehetséggel. Nincs hozzászám, hogy úgy a törvénybe akaszkodjam, mint te szoktál! Hoppá! 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 Éme az én drága játszékom. Igaz a hír, amit Szilveszter mondott a tatusnak, hogy az ő napja visszatér, és meg akarják házasítani? Igaz. Kegyetlen csapás ez a hír. De mit látok? Ön sír? Miért? Miért a könnyek? Nem bízik szerelmemben? Hűtlenséggel vádol? Abban biztos vagyok, hogy szeret, de abban már nem, hogy örökre. Hát lehet őt másképp szeretni, mint egy életen át. Azt hallottam, hogy a férfiak kevésbé állhatatosak a szerelmükben, mint a nők. És hogy az önök tüde, amilyen könnyen fellobban, olyan könnyen nem is hallgatom. Nem szép játszítom az én szívem más. Érzem, a sírit fogom szeretni. Azt akarom hinni, hogy érzi is, amit mond, és nem kételkedem őszinteségében. De aggaszt egy hatalom, amely legyőzheti szívében az irántam viselgő két érzelmeket. Az ön sorsával az apja rendelkezik, és ő másnak szentelem. Egészen biztosan kell halni kell a szeretni. Nem, szép játszintom. Nincs az az apai hatalom, amelyik rávehetnégem erre a hitszegésre. Inkább elhagyom hazámat, még a mai napon, ha kell. Nincsen, hogy öntől elváljak. Láthatlanba is. Úgy gyűlölöm azt a másik lány. Ha gonosztam is vagyok. De azt kívánom, hogy... Bár sodornál elinnen a tenger örökre. Úgyhogy ne sírjon át, jó? Mert ha sírni látom, könnyei szívemet égetik, és megölnek. Letörlöm hát könnyeimet, ha úgy kívánja.
és szemrebbenés nélkül, rezdületlen tekintettel várom, mit dönt felőlünk az ég. Az ég kegyes lesz hozzám. Nem árthat nekem, ha mint mi marad. Az maradott, az biztosan. Akkor hát boldog leszek. Szavamra nem is olyan buta, de amellett egész csinos. Ha akarod, ez az ember egy csapásra megszabadíthat minden gondunktól. Én már letettem a legyeskütöt, többé nem ártom magam semmibe. Ezzel múlva ugye nagyon szépen megkérlek. Letérdebelek elég, hogy vedd át szerelmünk hajójának kormányát. És ön? Ami a legkedvesebb ennek a világon. Arra kérem én is, hogy segítsen szerelmünket. Jó, megkézzen! Megkézzen! Menjen! Skapen, mi? Jaj, persze, maga maradjon! Maga menjen! És nyugodjék meg! Segíteni fogok! Maga pedig készüljön föl keményen a bejelkezésére. Hát, bevallom, előre is jött összönös félelem fog el, és nem tudok mit tenni ellene. Már pedig legyen kemény az első találkozásnál, az a legfontosabb. Persze, megteszek mindent, amit tőlem telik. Na jó van, gyakoroljuk egy kicsit. Álljon csak oda! Álljon oda! Ezen fő, szilárd a tásznát tekintet! Ez jó? Nem az igazi, vagy keményebben. Most jó lesz! Mindegy, jó ez. Figyeljen, képzelje azt, hogy én vagyok az apja. Most jöttem haza Tarendóból. Válaszoljon nekem olyan elszántan, olyan keményen, ahogy csak tud, érti? Jaj, te! Te hát házasodni merészelsz az engedélyem nélkül, hát az én fiam vagy te! Én kitagadlak, te akasztófa virág! Megyek, összeszedem magam. És most? Persze. Ott jön az apja! Hé, hé, doktor, jöjjön vissza, igazából nyugodj szalag! Elbújjak! Már tud az ügyről. Ez aztán a lakmerőség. Úgy rágódik, magában beszél. Kíváncsi vagyok, hogy fogja ez a házasság. Erre már volt gondunk. Vajon lehet próbálják, hogy letagadni a dolgot? Lehet. Talán mentegetőzni fognak. Az is lehet. Dalka meséggel akarnak traktálni. Lehet. Nekem ugyan hiába beszélnek. Engem nem vesznek lóvá. Csak sose foglalkozzon. Lecsukatom azt az akasztófa virágot. Mi is ott leszünk. Csivész Szilveszter, pedig Hitler Mahalon. Na, azt hittem kifelejtett, Usten. Ne, hát, ne, hát, ne, hát, ne, hát, ne, hát, ne, hát, ne, kellemes érdekes utazás. Mondhatom, ne, hát, 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 ne, fosztogatni. És akkor a végén ott a kifogás,
A sors akarta így. Édes Istenem, ne jegyedj élve! Azt akartam mondani, hogy a sors akaratából keveredett ebbe az ügybe. De miért keveredett bele? Édes Istenem, ma ő is olyan bölcs lehetne, mint ön. Tehát hiába fiatalság, bolondság. Példa rá, ami leállt velük, aki a figyelmeztetése ellenére még nagyon kibát követett el, mint az ön fia. Szeretném tudni, hogy ön nem volt-e fiatal, és nem követett el hasonló vakövéseket a maga idejében. Hallottam őről, hogy sűrűn forgolódott a nők körében, és hogy elég szép sikerekkel dicsekedhet. Na igen, ezt nem tagadom, de én sose keveredtem olyasmibe, mint ő. De hát mit tehetett volna? Megismer egy fiatal lány, aki tetszik neki, és akinek ő is tetszik. Hát, mert hát apai öröksége, hogy minden nő belé szeret menni. Na eljár hozzá, édes szavakkal, tartja, adja a szenvedélyest, találj, engedj a szülők ajtogatják, készítik, hogy megye el. Vattán azt kívánja? Még szároltassa le magát? Hát inkább a házasság, mint a halál. Nem is mondták, hogy így történt. Eme? Hát kérdezze meg őt, ő sem mond más. Erőszakkal vették le a házasságot. Miért hazudnék? Tüstént tiltakozni kellett volna az erőszak ellen. Hát éppen ezt nem akartam. Akkor sokkal könnyebben meg lehetne semmisítetni ezt a házasságot. Megsemmisítetni? Meg hát. Ha hát ezt nem fogja megtenni. Hát, hogy nem fogom megtenni. De nem már. Hogy, hogyha nincsen apai jogom, hogy ott a kifogás, a fiamat megerőszakolták. Ebben a fiam sose egyeznék bele. Nem egyeznék bele? De nem már. A fiam. A fiam. A fiam. A fiam. A fiam. A fiam. A fiam, talán azt kívánja ismerni el, fél évvel előszakolták rá a házasságra. Van is eszében bevallani, hát méltatlannak mutatkozna egy ilyen apához. Figyelok rá, az ő becsülete és a saját becsülete érdekében azt kell, hogy mondja, szabad akaratából házasodott. Én meg az ő becsülete, meg az én becsületem érdekében azt akarom, mondja az ellenkezőjét. Bizonyos vagyok benne, hogy nem teszi meg. Majd én kényszerítem rá. Mondom, hogy nem teszi meg. Bizony megteszi különben. Kitagadom. Ön. Én bizony. Na jó. Hogy tűnik? Nem fogja kitagadni. Én nem fogom kitagadni? Nem. Nem? De nem áll. Pompás, ez aztán mulatságos, és ki akadályoz meg lenne saját maga? Én? Igen, nem viszi rá a szíve? Rá visz. Répári tetszik. Eszem ágában sincs? Az atyai gyöngétség majd megteszi a magáért. Nem tesz az sem. De hogy nem. Mondom, hogy úgy lesz. Édes Istenem, hiszen ismerem önt. Csupa szív. És nem hiszem. Tudom, hogy rossz is lenni. És különben is hagyjuk már abba, mert szétvet a düh. Én meg zsarontulat tegítem el, és elkeselgem neki a sorsomat. Ha bármiben a szolgálatára lehetek, rendelkezzék velem ugyan. Köszönöm. Markásos arcú. Ott egy hosszú hajú. Legyen karakános is, ha lehet. Ez nem jó? Kicsit borostás. Tudod, még kéne nekünk ilyen affektív pszichopata az a nagyon. Ott az a szemüveges. Az a szemüveges? Ott ő. Ott ő jelentkezik. Nem. Szilveszter! Ő! Hogy
kell nézni, micsoda arc, micsoda vállalat, nem igaz. Nem, jó rám, mert nézd meg! Úr, nem is! Te hogy állod, rád öntötték volt! Nagyon jó, szívesen! Ugye, ne vagy kicsit! Nézzél, mint a Schwarzenegger abban a pusztítóban. Nagyon jó, gyere ide! Gyere már ide, te meg vagy a kicsit! Gyere ide! Úgy van, semmi kétség, ha a szél nem változik, a miénk még ma ide érnek. Egy batrózott ide Tarentóból, ő mondta, hogy látta az emelőt éppen hajóra szállni. A lányú, aj a lányú. A lányom megjön, hanem viszont a dolgok nem úgy állnak, ahogyan gondoltuk. Amit a fiáról mondott, hát fenekestül fölborítja közös terveinket. Most a fájjon a fejem. Én minden akadályt elhárított. Már is ezen dolgozom. Akarja Arzsánt úr, hogy megmondjam az igazat? A gyermek nevelése olyan dolog, amit nem lehet félkézzel csinálni. Szerintem a gyermekek rossz magaviselete, rendszerint a helytelen nevelés következménye. Csak a szülők tehetnek róla. Szerintem, ha ön, mint szigorú atya, jól rád vezette volna a fiát, hát nem vezetőt így az orránál. Hát, pompány. Ön tehát jól rád vezette a fiát. Ó, én igen, bizony föl is háborodnék, hogyha velem hasonlót művelne. És ha az a fiú, igen? Akit ő, mint szigorú atya, olyan jó ráncba szedett, még messzebbre vetette a súlykot, hogy? Mit jelentsen ez? Azt jelenti, Zserunk ura, hogy nem kell olyan sebesen bálcát tudni más fejem felett, és ha valaki más szemében a szárkát keresi, jobb van itt, megnézi, hogy nincsen magáéban, gerenda! Nem értem ezt a rejtvényt! Majd megfejtik önnek. Talán csak nem a fiamról hallott valamit! Még az is meg lehet. Azonnal mondja meg! Mit hallott? Dühös volt. És az ön szkápenye csak a nagyját tudta elmondani, de tőle vagy bárki másról megmutatja az apróját is kis szigorú. Na én megyek, megtanácskozom az ügyvéddel, hol kezdjek neki. Vissza! Mi az ördögöt művelt? Egy messzebbre vetette a sönköd, mint az én fia. Az én véleményem szerint annál messzebbre már nem is lehetne megházasodni. Az atya engedélye nélkül, na az már igazán több a sokra. Szóval itt vagy! Ó, apám, hát megérkezett! Lassan, csak lassan! Beszélgessünk egy kicsit! Hát erre nem megadok! Lassan, pamu! Hát, ha akarja... Hadd csókolom be! Nem! Állj csak oda! Szemtől szembe! Így? Úgy, nos! Mi történt itt tulajdonképpen? Hogyhogy mit történt? Azt kérdeztem, hogy mit csináltál, amíg oda voltam. Miért, apa, mit kívánt volna, mit kellett volna csinálnom, míg oda van? Ó, én semmit nem kívántam, drága arany fogadalom, én csak kérdeztem, hogy mit tettél, amíg oda voltam. Én? Semmit. Semmit? Semmi olyat, ami apám ellenére való. Nagyon határozott vagy. Mert tiszta a lelkiismeretem. Ó, pedig Skapen bizony beszélt nekem a dolgaidról. Skapen? Nem ismerem. Jó. Talán mégsem itt intézzük el a dolgot. Gyerünk, indulj haza! Majd én is ott leszek mindjárt. Te! Álló! Ha megtudom, hogy szégyet hoztál a fejemre, hát kitagadta, akkor aztán többet legyen a szemembe! Hát így. Elárultak azt. Pedig században is neki lett volna a legtöbb oka arra, hogy megőrizze a titkunkat. Erre rohani is elmondja az apámat, nagyszerű. Lecsavarom a fejét. Ó, Skapen, annyira örülök, hogy segítesz nekem. Szépen, neked köszönhetek minden. Jó napot, Lókötő úr! Szolgálatára, uram. Túlságosan megtisztel. Igen, megtisztelek.
Úgy megtisztálok, hogy kérdezik! Egyből drága Scappel leszek, amikor szükség van rám. Ugyan már kérlek, elfelejtem mindazt, amit mondta, és még a többit is. Nem. Ne felejtsen el semmit, öljön meg most már. Nem, most már inkább én kérlek rá. Bocsáss meg ezeket nekem. Nem. Öljön meg, ha mondom, boldog leszek, ha megöl. Ugyan hagyd már, ez túl drága vagy nekem. Mit képzel? Ilyen sértés után? Bocsáss meg. Fel akart aprítani. Igazán sajnálom. Elmondott Latornak! Bocsáss meg is, hogy csak azt kell, hogy térdel állva könyörögjék előtte, hát tessék. Na, Scappel, így azt hiszem ennek már engedni kell. Na jó, álljok, és már tud gondolja meg jobban. Megígéret, hogy kezedbe veszed az ügyet? Hát majd meglátjuk. Kérlek, Scappel, hiszen tudod, hogy nincs időnk. Na jó. Jó, hogy meg össze fogom szedni a pénzt. Mennyire van szüksége? 500 tallérra. Jó, rendben van. És hogy lehet, hogy kettőmi két krumpli? Ja, én nem, 200 arany. Az önnapjában már tudom is, hogy fogunk kiszedni. Hát, tudom. Na mindegy, na hát, ami az önnapját illeti. Hát, az igaz, hogy fösvény, mint egy uzsorás. De nincs annak egy csöpcsütni valója sem. Olyan ember, ha az hamar bekapja a hordot, de sose fájjon a feje emiatt, mert maga egyáltalán nem hasonlít rá, sőt,
azt beszélik, hogy te nem is az ő fia. Meg ilyeneket, ez a fia. Mi van, Skaper, már? Mi van? Nyugalom! Ne izgassuk föl magát, meg engem sem. Jó? Összefogom ezt a gyöpész. De most menjenek, mit van az öreg? Menjenek és mondja be, meg szóljon a Szilveszternek, hogyha jöjjön is át. Ilyen megfontolatlanság. Ilyen meggondolatlanság. Így belevászni. Ó, néha ifjúság. Szolgáltál, uram. Jó. Jó. Hol van már? Jó. A fiám tűrődik? Megvallom, rettentően bosszankodom, nem? Tűrődöm. Uram, baj nélkül nincs élet. Jó, ha az ember tudja ezt. Hallottam egyszer egy ókori mondást, sose felejtem el. Hanem ez a galád házasság felborítja a terményeket. Már beszéltem ugye néhány ügyvéddel, hogy úgy lehetne megsemmisítetni ezt a házasságot. Uram, ha hallgat rám, más úton módon próbálkozik. Hiszen tudja, mit cselek nálunk a fel? Akár, ha örvénybe utalna az ember. Jó van, de hát van-e más megoldás? Van, hát biztosan van. Az imént megindultam bánatán és gondolkozni kezdtem. Mert hát úgy mindig úgy megindulok, amikor tisztes apát látok, akit a fia megbántott, és ön iránt egyébként is megkülönböztetett vonzalmat érzek. Ezt most hagyjuk. Na mindegy, szóval, felkerestem a lány bátyját. Tudja, azért, amit a fia elvett. Hát a olyan hivatásos bérgyilkos ez! Hát más sem kap tőle az ember, csak rugást meg pofozást. Annyi neki megölni egy embert, mint meginni egy pohár bort. Elég? Hogy megölni egy kecskét, meg is eszik utána. Na hát, a házasságra tereltem a szót. Elmagyaráztam neki, mennyire megkönnyíteni a szétválasztást az elkövetett erőszak. Elmagyaráztam neki azt is, hogy mit nyomnának a labban a törvényén az ő jogai, pénze és barátai. Erre arra sikerült megdolgoznom a bűrgét, azt mondja nekem így. Próbáljuk meg az ügyet, egy kis csumbál van elintézni. Adja oda a pénzt, aki is kimond a vízből. Na és mit kíván? Hát először is. Két volt, kék volt. Mégis mit? Nem, képtelenség. Na mi? Hát, képzelje, nem adta alá 500 vagy 600 alatt. Na, jöjj 500 vagy 600 kutöltés, hogy gebedjen meg, hát bolond ez az ember. Én is ezt mondtam neki. És világosan elmagyaráztam, hogy ön nem fejős tehén. Önből nem lehet csak úgy 500 vagy 600 aranyat kiszedni. Na majd meglát, izé, hát persze. Na, aztán ezt mondja nekem így ezekre a szavakra. Így mondta. Mégis lehet. Most kell berukkolnom, aztán mivel, hogy szűkében vagyok a pénznek, kénytelen vagyok elfogadni ajánlatát. Szükségem van egy azon egy darab szolgálati laura, amely legalább 60 aranyat ér. Hát a 60 legyen. Legalább. Aztán lauszerszám fegyvereg, ez még 20 arany. Hát összemegyek, akkor az összesen 70. Jó, nem bánom. Legalább. Hát akkor be. Pontosan 80 arany, igen. Aztán szükségem van még egy laura, aminek szolgálom jár. Annyi. Akkor inkább a fel. De uram.
uram! A perre pénz kell, lát! Képzelj el! Pénz kell a bizonyításért, pénz kell a másodáért, pénz kell a bejegyzésért, pénz kell az ügyvédboltárnak az ítéletért, pénz kell az ügyész napidíjhoz, pénz kell az ügyvédeknek, pénz kell a bíróknak, pénz kell a helyetteseknek, pénz kell a szomszédasszonynak, pénz kell a takarítónak, pénz kell enni, pénz kell az, képzelj el, pénz kell a másodáért, pénz kell a helyetteseknek, ezt már mondtam is, kérlek, nem is beszél be a kötelező ajándékokról, hát nem igaz? Uram, adja oda azt a pénzt! Tényleg kint van a vízből egy élet. Perelek! Uram, magamban már tettem egy kis számvetést! Legalább 150-et megtakarít! Nekem megérne 300-at is, csak ne kelljen hallgatnom azt a sok sületlenséget, amivel az ügyvére gordítják tele a világ. Nem, 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 nem adok 200 arányat, nem? Biztos? Háj, újisten! Újisten! Jaj, már itt is van az ember! Ez a bértékos vérszopó madának keskenyedő bolygó! Úristen! Hát mindjárt fogjuk ezt enni! Mekkora lába van, úristen! Meg fogunk halni! Jaj, újra tudod, hogy tőle segítség! Kapen! Igen, uram! Mutasd meg nekem azt az árgántot! Miért? Az ott távapják, mutasd meg! Úgy hallottam, hogy bírói úton akarja megsemmisíteni a hugom házasságát. Hát csak úgy nem lehet beperelni egy ilyen pszichopatát. Hát az ember, hogy mit akarod, csokolja a pénzt, nem akarja. Mi az, hogy csokolját? Hogy érti azt, hogy csokolját? Nem lehet. Nem akarja odaadni ezt a 200 aranyat, hát ismerem, hát így van ez. Hát hogy nem akarja odaadni? Mi? Ki ez az ember? Ez nem ő, ez nem ő. Akkor valami barátja, mi? Dehogy is, halálos ellensége. Halálos ellensége vagy? Ó, csap bele! Ez az! Ez az, még megígérem neked, hogy még ma kiírtom neked azt a gaz mocskos piszkos árgántot, úgyhogy a lába nem éri a földet. De uram, hát ebben az országban már nem lehet ilyet csinálni. Kit érdekel? Kit érdekel, hogy nem lehet ilyet csinálni? Miért ne lehetne? De árgántónak helyén az éve így a barátaikat, a fegyvereket hoznak ki, de pénzeket, meg ilyesmiket. Bizonyám! Nem érdekel, kiírtom az egész dinasztiáját, érted? Kiírtom mindenkit! Mindenkit kiírtom! Szép vagyok! Visszatérek! Aztán a vissza! Jó, bocs! Látja, Harald úr, mennyi ember képes megölni 200 aranyért? Skapen! Igen, uram? Elhatároztam, hogy megadom azt a pénzt. Hát azt jól teszik meg. A saját érdekében. Check was? Check. Elfog a checket, így beszéltem valami. Na szóval az az igazság, hogy jobb lenne, hogyha én minél már neki azt a pénzt, mert hogy most találkoztak így, hát felismerni vélemény magát a következő, hogy abból olyan bonyodalmak lehetnek, hogy az nem is igaz. Jó, figyeld, szívesebben adtam volna oda magam. Micsoda? Ne vigyed. Hát nem bízik bennem? Egy emberről van szó. Hát nem, 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 uram, hagyjon most már, most döntsük már el végül is. Mi vagyok én, megsületesek az ember, vagy zsivány rabló most. Vagy ez, vagy az, nem? Most ki akarom rabolni, hogy... Ne, hagyjon engem, vigyel a saját pénzét maga. Ne, nem tudom meg a mőli. Neki akarom... Hagyj már abba, na! Elég már nap. Vigyel. Vigyel az átlőni. Ülj el. Rögtön találkozunk, jó? Igen, a fiam! Igen, a fiam! Mi van a fiammal? Csodálatos!
szerencsétlenségbe keveredett. Mibe? Egészen búlogatta a fejét, akkor nem tudod némi csodán, amit maga mondott neki, és amiben oktaló lenni, hogy belekeves. Hogy menekülünk az omlóságtól, a kikötő felé tartottunk, aztán ott van. Megakadt a szemünk egy szépen felszerett tukkára. Egy jó arcú török, egy olyan nap, hát ekkora a húban kamod. A kezét nyújtja meg vendégelre. Olyan étkeket eszünk, olyan egzotikus almákat, kapuszokat, tehát minden. Olyan a világ legjobb borrával csapták minket, képzelj el. És hol itt a szerencsétlens? Ja, hol itt a szerencsétlenség? Most akarok rájönni. Na. Ahogy így megyünk, aztán eszünk meg minden, eszünk ezeket a ízik rubrikat, meg akármi, ezeket a gája. Hús! Kifutott a tengerre! És amikor már jól messze voltunk a parton, a török engem csónakba ültetett, és önhöz menekült azzal, hogy mondjam meg magának, ha nem küld neki tüstét 500 fallért, hát elviszi a fiát Alzsírba rabszolgának! 500 fallért! Annyit. Hozzá két van a lakodásról. Török! Az ön dolga onnan kieszteni gyorsan, mert mondják, miképpen szabadítani csak ki a fiát. Nem. Menj oda az a törökhöz, és mondd meg neki, hogy ráküldöm a törvényt! A törvényt? Tengerre! Mi az ő öndököt, gyere se tudom a gárnyát! Nem sejtette, hogy fog járni! Kápen! Igen, uram? Most mutasd meg, hogy hűszolgál vagy! Mindig! Menj oda az a törököt! Mondd meg neki, hogy küldje vissza a fiamat! Te maradj ott úsznak, míg a kíváncsimát összeszedem! Miket beszélek? Hát azt hiszi olyan bolond az a török, hogy engem elcserél a maga fiára? Hát ez aztán mégis olyan másokat kicsit. Keresek azon a gáját! Az embert néha balsó sem vezéli. Hogy mondtad, mennyit kér? 500 talért. Mert van annak szíve? Szíve? Egy töröknek? Azt hiszi, hogy másfél ezer frank csak úgy level a forma? Hát az ilyen ember nem ért a szép szóból. Kapem? Itt van a... Itt van a szekrény kulcsa. Menj köl, ott van a padlás kulcsa. Padláson, ott tartom a zocska ruháimat, eladom mind a zsipárosoknak, és kiváltod a fiamat. Na. Hát, miket beszél, uram? Hát az összes sógyennél többet szállom. Hát, 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 mi az ő? Két órát ott az a török. Ráj, mennyi hiába való beszél. Megint ezt a fiamat. Aj, szegény gazdám! Amíg én beszélek, feleslegesen téged elvisznek Alzsírba rabszolgának. De tanulmazék, hogy én megtettem mindent. Jó, és ha mégis elviszik, hát az csak egy apa, rideg lelkét szállal. Odaadom a pénzt. Rajt. Mindjárt jövök. Odaadom a pénzt. Hát az jól teszi. Hogy mondtad? De mit kér? 500 dollárt. Nesze! Most felejtettem, hogy az igaz imént kaptam. Éppen annyit aranyban. Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar elrabolják tőlem. Aj, nesze válts ki a fiamat. Te mondd meg annak a töröknek, hogy aljas csirkefogó! Aj, megmondom! Aj, fogány rabló! Azt is! És hogyha egyszer elkapom, hát tíz Isten ön meg! Hé, uram! Valami ez? Nem láttam oda? De nem, ám úgy, hogy nem láttam. Oda, bele valahova, mert jó, szarom láttam. Jaj, hát a fájdalom teljesen elveszít a szemet. Mi az ördögöt keresett azon a... Jaj, a kötére való török! Hát nem megrabolt! Nem tudja megemészteni ezt az 500 kalóriát. De velem még nem számoltál, és én azt akarom, hogy nekem is megfizessen, amiért befeketített a fiára. Thank you.
mit határoztak, hogy maradjanak csak együtt, és mi teljesítjük a parancsot. Kellemes parancs. Örülök, hogy szorzásom lesz a kisasszony. Azt mondom, legyünk mi is barátok. Elfogadom az ajánlatát. Nem utasítom vissza, ha barátságot kínálna. A szerelmet? Ó, a szerelem más, ott nagyobb a kockázat. És én nem vagyok olyan merész. Nem, pedig most éppen az. A gazdámmal szemben úgy hiszem. Azok után, amiket a kisasszony értett, hát meg kell, hogy nyissa neki a szívét. Csak félig bízom benne, amit te még nem győzött meg egészen. Természetem vidám, és tüntelenül nevetek. De ha nevetek is, az illemet azért komolyan veszem. Téved a gazdát, ha azt hiszi, hogy övé leszek egészen, csak azért, mert megvásárolt. Ezt ne pénzzel, hanem mással fizesse meg. És ha azt akarja, hogy kívánsága szerint szeressem, hát ajándékozzon meg a hűségével, körítve bizonyos elkerülhetetlen szertartásokkal. Ő is így gondolja. Kizárólag a legnagyobb tisztelettel állítozik maga iránt. S ha lett volna bármiféle hátsó szándéka, hát esküszöm, egy szalmaszálat emtettem volna keresztbe, érte? Ami az apját illeti, még félek az akadályoktól, Kapen. Ó, hát majd csak találunk valamit, amivel előzítsük a dolgot. Önnek legalább annyi az erőnye, hogy tudja, kik a szülei. Bemutathatja rokonait. Az ő segítségük majd mindent rendbe hoz. Biztosítja a boldogságát és szentesítést szerez a megkötött házassághoz. De nekem abból, hogy ez vagy az vagyok, nincs semmi hasznom. És a mostani állapotom igazán nem lányíthat meg egy apát, aki csak a hozományt tekinti. Önnek legalább az az erőnye, hogy kedvesek nem kísértik másik házassággal. Van, amitől jobban kell félni, mint szerelmesünk szívének változásától. Az ember annyit igazán tarthat magáról, hogy meg tudja védeni hódítását. Ahogy én látom, az efféle ügyekben a legfélelmetesebb hatalom az apáé, mert ő az érdemet semmibe veszi. Jaj, miért van az, hogy az igaz mondom, a kutya sosem egyenes? Milyen édes is a szerelem, ha nincs akadálya, és ha édes bilincs kötözte két szívem. Ne tréfáljon, hát nincs is elviselhetetlen a nyugodalmas szerelemnél. Akkor szép az élet, ha zajlik, a nehézségek csak fokozzák a gyönyörök. Ötörök a boldogságot, mit tudom, igaz szívem? Piszkál az ördög, megint bajt akarsz a fejedre? Szeretem a kockázatos vállalkozásokat. Mi az ördögöt főztél ki már megint? Mi az ördögöt ijedsz be már megint? Mert látom, hogy megint egy újabb verést cikkázol ki magadnak. Se baj, az én hátam érzi, nem a tiéd. Az már igaz. A hátad a tiéd. Úgy bánsz vele, ahogy akarsz. Engem a veszély sose riasztott el, de gyűlölöm az olyan ijedős fickókat, akik mindig a következményeket mondanak, és soha nem mennek semmibe sem elevárni. Én nem ilyen vagyok. Úristen, mit jön az öreg? Menjenek azonnal be a házba, bújjanak el! Szilveszter, te Isten! Azonnal megyek én is. Nos, Kappel, mi van a fiammal? A fia? Ja, hogy a fia? Hát a fia már biztonságban. Hát de most meg ön van a halálos veszélyben! Én? Igen, halálra keresik ön most is! Kicsoda! Annak a lánynak a bátyja, akit a fia elvett! Azt hiszik, hogy maga miért vége a húgába való házasságnak, ezért ebben a hiszemben nyilvánosan megfogadta, hogy végez vele. Cimborája hozzá hasonló gengszere. A városban mindenhol önfelől kérdezősködnek. Házának minden bejáratát egy-egy szakasz katona őrzi. Úgyhogy most már se jobbra, se balra, se sehova. Mindenképpen a markupa szaladira. Skapper? Igen?
mindig az én leghűségesebb, a legrendesebb, a legszorgalmasabb, a leg... Nem, az nem voltál. Szóval neked adom ezt a ruhát, ha már kicsit elbortam, jó? Ha! Ó, Isten! Ott jön az első! Ugyik el! Ugyik el, hogy adom a ugyik el, és meg nem adsz anyjon! Ó, Isten, meghal a vadállat! Ott közeledik! Sehol ne találni ezt a sérontot! Jó, hát sehol se találom, bármerre megyek! Zseront urat keresi? Hát persze, hogy őt! És mit célból? Hát be akarom egy kicsit agyabugyálni az anyját! Hát Zseront urat nem lehet csak úgy megagyabugyálni! Micsoda? 100 000 kartás! Hogy beszélsz te velem? Kötelessége megvédeni egy ilyen becsületes ember! Micsoda, te szemtelen fráter! Elmegyek a potomért és úgy megbotoznak, hogy ez eligaz! Neszete! Még egyszer így beszélsz velem, én könyülök! Neszete! Ezt add át a gazdádnak! Neszete! Jaj, 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 akar. Csak a bot vége érte az úr hátát. Mi az, hogy az enyémet? Úristen! Hallom a másikat közeledni! Jaj, jöjjön! 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 Úristen! Meg nem adsz anyom? Nem adja meg adsz anyom! Hát vége magával! Ki fogja nyírni? Segítsen rá! Jaj! Hát nem igaz egészet, hogy jönni menni sem volna fel. Zsiratod, jaj! Na hát, sehol ne talál, mert most komolyan. Kicsiket kardozában forgatni oldalában, de hát nincs meg nincs meg ez a szerencsétlen. Zsenont urat keresem, ma is! Hát ez ahogy őt keresem! Kicsit meg akarom, mint ahogy aztán mondtam, meg akarom a kardomat furgálni oldalában. Mutatkozom is van, mert a fejét meg akarom kicsit pöckölni. Hoppá, néni, nem mozog mi ott valami a balagúpacban, mert... Semmi köze voltam, abba, hogy mi van a balagúpacban. Micsoda, hogy így beszélsz velem, te is, na megállj! Na majd én elállom a te bajodat. De uram, menj, ő elhozok a pacot. Na, de elépők szemtelen, leszel! Soha még ilyen agyapurcsi nem hallottam, mint ezt.
amivel a fiú kivágta az apjából a pénzt. Mi? Ha kicsit rábeszél, én szívesen elmesélem, a deféle tréfa úgysem marad sok átítok. A sors úgy akarta, hogy cigányok közé kerüljek, akik falról falura vándorolva jövendőt mondanak, s más egyébbel is foglalkoznak. Mikor ez a városba értünk, egy fiatalember meglátott és szerelmes lett belém. Ettől a perctől követett, mint az árnyék. És ő is, akár a legtöbb előkelő fiatalember, azt hitte elég, ha járatja a száját, az első szóra megkap mindent. Hanem a büszkeségem kissé helyre billentette az eszét. Felvette szenvedélyét azoknak, akik őriztek, s rávette őket, hogy bizonyos összegért adjanak át neki. Csak az volt a bökkenő, hogy szerelmesen, mint a legtöbb előkelő fiatalember, éppen szürke állt a pénz dolgával. Mi jön vissza, uram? Az apja ugyan gazdag, de fösvény. A fogához veri a garast. Nincs ennél undokabb ember a világon. Várjon csak, talán eszembe jut a neve. Nem ismeri ezt a zsugori a zsugoriát, hiszen újjal mutogat rá az egész város. A neve valami... Ront? Orront! Orront! Zsíron! Zsíron! Tényleg zsírokról! Az a zsíron! Tényleg! A zsíron! Ezt a gazdickó, akiről beszéltem. De hogy visszatérjek a mesénkre, a mi embereim el akarták hagyni a várost. És a szerelmesen pénzt hiány elveszített volna, ha nem segít neki a szolgája. Úgy hívják Skaper. A családzatos! Páratlan ember, méltó minden dicséretre. Íme, milyen csellel szédítették meg azt a tökfejt. Figyeljen, jó? Figyeljen, jó? Összecsaptak a fejem fölött a hullámok. Gázba, borul!
kapnál tőle 700 szalért. 700 szalért, csak uram, 500-at. Nem elég, hogy kicsalja tőlem azt az összeget, ráadásul még úgy kibánt velem, hogy elmondod és köstellem. Ellentétet követelek azért, amit felentek. Semmi, én pedig olyan bosszút állok vagy. Állj, de más gond is van. Végre örültem, hogy viszontáltam egyetlen reménységemet, a lányomat. De most hallom, hogy már elindult Tarentóból, és... Ó, Gerard úr! Tartó! Jaj, úgy örülök, hogy látom. Na, mi van a lányommal? Ó, tulajdonképpen semmi. Ja. Igazából semmi, csak férhez adtam. Férhez adtad? Igen, de ne aggódjon, egy nagyon tisztességes... Nagyon tisztességes úriembernek a fiához, bizonyos Árgán úr fiához. Úristen! Micsoda véletlen! Hol a lányom? Jaj, csak ebben a házba kell meg, hogy lányom! Lányom! Jaj, micsoda meglepő fordulat! Szilveszter, tessék! Tudom, hogy elinket. Hát, figyelmeztesselek két dologra. Az egyik az, hogy Oktáv, ugye rendbe jött. Játszintról kiderült, hogy ő a lánya Zsérk Árgánt úrnak. A másik pedig, hogy a két apa rettentően fogadkozik ellened, és... Ugyan már, a fogadkozás még sosem ártott. Ezek a felnőkre messze vannak, ezt tanul meg. Igen, de hogyha a két fiú összefog az apjukkal, kibékülnek, akkor téged benne hagynak a pácba. És oda, apró vár, nekem sejt vagyok még benne. Nincsél meg! Te nem úgy állom szíves tegyed! Jaj, hát gyere hozzám, lányom! Oktáv, nem érdekel a házassági ajánlatot. Levetem az állalatot, úgyis tudja már, hogy megnősültem. Oktáv, ez a lány... Nem, apám, ez a lány engem nem érdekel. Te hisz ez a lány! Kérem, uram, maga ebben ne szóljon bele, jó? Semmi köze hozzá. Zsérontú lánya? Nem érdekel Zsérontú lánya. Én már választottam is az játszik. Épp őt, akkor őt adjuk hozzá, érted? Igen. Ő az én apám, ő. Na hát akkor, imulassuk! Jaj, apám, könyörgöm, de választom eletted a kedves teremtéstől a kicsitlát, ha megismeri érdemei szerint becsüli majd. Kedves teremtés. Igen. Ne, azt akarod, hogy a házába fogadjak egy lányt, aki az előbb ezer szemtelenséget dörgölt az orrom alá? Bocsásson meg, ha tudtam volna, kiáll előttem, én másképpen beszélek. És ne házasítsa meg mindjárt a fiam! De a merenjük, igen! Apa! Na már, te hiányozzál! Ne aggasszolj, egy ram nélküli vagyont találnánk, szeretek! Azok, akiktől kiváltottam, éppen most árulták el, hogy ebből a városból való egy igen jó családból. Ezt a kis cipőcskét adták nekem, ami alapján megismertem a családot. Ez a cipő! Akkor ez az én lányom! Képzelj el, hogy egy hatalmas épülő ház mellett vetett, és a tetejéről leesett ekkora cölöpverő kalapács, és felúgta a koponyáját, meg egy lassítva spriccelt a vér, és ömlött. Az agybelő minden nagyon undorító volt, és el akarja mondani az utolsó kívánságát maguknak, és személy, itt van, hadd mondja el személyesen! Bocsássák meg nekem minden bűnömet, hadd halljak meg békében, főleg Árgánt úr és Zsérontú úr, bocsássák meg nekem. Jól van, én megbocsátok. Hallj meg békében. Zsérontú úr, maga, kérem, bocsásson meg nekem azt a fotozást, tudják, azt a fotozást, amiket én nekem. De kérem, bocsásson meg. Jó, megbocsájtok. Megbocsájtok. Mindjárt jobban vagyok. Megbocsájtok egy feltétellel, ha meghalsz! Bocsásson meg neki, Zsérónk ura, hát feltétel nélkül. Látja, mindjárt meghalna. Na jó, mulassuk!
engem pedig az asztal végére ültessetek. Ott érjen a halál!